Szabolcs-Szatmár Bereg megyében közel 8000 gazdálkodó csatlakozott eddig a kistermelői rendszerhez. Az új formát az idei évtől választhatják azok a termelők, akik kis területen gazdálkodnak. A megyei agrárkamara elnöke szerint érdemes belépni a rendszerbe, amelynek nagy előnye, hogy a támogatások nincsenek feltételekhez kötve, és jelentősen kevesebb adminisztrációt igényel a termelőktől. A kisgazdaságoknak egy olyan lehetőség adódott az idejétől kezdődően, hogy egy hektár fölött, ha gazdálkodik, akkor választhat úgynevezett egyszerűsített gazdálkodási formát, ami 500 eurótól 1250 euróig terjed ki. Ez azt jelenti, hogy a 375 ezer forint maximum támogatás, ebbe beletartozik az ő gazdaságára jellemzően az állattenyésztéstől a termeléshez kötött támogatás minden, akiknek egy ilyen 3-tól mondjuk 5-6 hektárig van, és egyébként se kapna 375 ezertől többet, azok, ha ezt választják, akkor mindenféle kötelezettség teljesítése alól mentesülnek. Augusztus 15-éig van lehetősége a gazdálkodóknak arra, hogy eldöntsék, megéri-e nekik a rendszerhez csatlakozni. A döntés meghozatalában a kamara azzal nyújt segítséget, hogy elkészítette azt a programot, amellyel mindenki kiszámolhatja azt, hogy valóban kedvezőbe számára a kistermelői rendszer. Ezt a programot mi a segítségnyújtásként felajánljuk, kiszámoljuk, és akkor a gazdával meg lehet azt is beszélni, hogy tervez-e a jövőben területvásárlást vagy állatállomány, és akkor javaslatot teszünk neki, hogy érdemesebb benne maradni, vagy nem érdemes. Egyébként a nagyon kicsi gazdaságoknak én ajánlanám, ugyanis semmi kötelezettséget nem kell teljesíteni, már vetésforgóra vagy zöldítésre gondolok, annyi, hogy meg kell művelni a területet. Nyilván, ha nem művelik meg, és a szakhatóság ezt ellenőrzi, akkor ezért szankcióját, de úgy ezt az összeget megvonni vagy csökkenteni nem lehet. A kistermelői rendszerrel kapcsolatban Rácz Imre azt is elmondta, akinek az egész gazdaságra jutó közvetlen támogatása 500 euró alatt lenne, nem csak adminisztratív, de anyagi szempontból is megéri csatlakozni a rendszerhez, mert támogatását felkerekítik 500 euróra.